gyökerek. Sok-sok emberrel beszélgettem az életéről, a rádióriportokban, vagy bármiben. Amikor őszintén beszéltek magukról, akkor mindig visszanéztek, hogy mitől is ilyenek ők. És mindig előjött, amit én gyökérnek hívok. A nagymama, a nagypapa, a dédpapa, a családban valaki, a nagybácsi, egy pap, egy tanár. Ezek alkotják azt, amiből mi kinövünk. Ha ezek erősek, ezek a gyökerek, akkor erősek tudunk lenni, hogyha gyengék, kidőlünk. Nézd meg ezt a fát. Ez egy gyönyörű szépnek látszó fa volt, a gyökere nagyon gyenge volt, jött az első szél, elsodolta. Nézd meg ezt. Ez bár letörte valami, de lehet, hogy virágot hajt öregkorában is, mert a gyökere erős. Amit mi magunkkal tudunk tenni, az az, hogy keressük és erősítjük ezeket a gyökereinket. Mert az élet az viharokból, harcokból, bánatokból, csalódásokból, küzdelmekből áll. És csak akkor tudunk ebben jól helyt állni, hogyha erősen kapaszkodunk abba, ahonnan jövünk. És az táplál minket, és nem csak táplál, hanem megmutatja, hogy hogyan, hova menjünk, hova növekedjünk. Ezért kell áldozni időt arra, hogy magaddal foglalkozz, amire a zarándoklás tényleg megjó alkalom.